Hello mindenkinek, én Norbi vagyok, ebben a videóban folytatni szeretném a fotós vagy videós vállalkozásom lesz következő részét, melyben a videónak a végén most már lassan, igazából mondhatjuk úgy, hogy a jelenhez tartunk, szóval mindenféleképpen, hogy érdekel a téma, és az, hogy hogyan építünk fel nulláról egy fotós vagy videós vállalkozást, akkor iratkozzatok fel, és ezt mindenféleképpen jelez nekem, hogy ezt tetszik ez a tartalom, és hogy szeretnétek még több ilyet látni. Az előző részben már említettem, hogy megcsináltuk az első esküvőnket, amiből rengeteget tanultunk. Kettő fő dolgot. Egyrészt nagyon el lehet benne fáradni, másrészt pedig nagyon-nagyon-nagyon stresszes. Emellett technikai dolgokat is észrevettünk, mégpedig, hogy ha tovább szeretnénk ezt a dolgot csinálni, akkor eszközöket kell még vásárolnunk, ugyanis, hogyha bizonyos színvonalat akarunk tartani, vagy ha nem is tartani, hanem elérni, ahhoz bizony nagyon borsos ára van ennek a dolgoknak, szóval be kell ruházni egy pár dologra, mégpedig az első esküvő után arra gondoltunk, hogy ahhoz, hogy a vállalkozásunkat el tudjuk indítani, mindenféleképpen kell egy végzettség hozzá. Ezt a párom készítette, úgymond, és ő tette le a vizsgát. A párom fotográfus és fotótermék kereskedő lett sikeresen, és innentől már csak az eszközök kellettek ahhoz, hogy el tudjunk indulni valamerre. Szóval meglett a vizsga, és innentől kezdve már az csak az eszközök voltak hátra, amik igazából kellettek ahhoz, hogy munkákat tudjunk vállalni. Az első ilyen eszköz, amit muszáj volt venni, úgy gondoltam, hogy Magyarországon egyre többen használnak drónokat, szóval muszáj volt venni egy drónt. Akkor vettem, hát sajnos ez az én hibám, de hibáinkból tanulunk, ezt szokták mondani, ez tanuló pénz volt mondjuk, de ezt is ide tudom sorolni, ugyanis a vállalkozás indításához mindenféleképpen kellett. Szóval venni kellett egy drónt. Én annó egy DJI Phantom 2 Vision Plus-t vettem használtan, ami egyébként totálisan alkalmatlan volt már akkor technikai szemmel, ugyanis nem tudta azokat a kritériumokat, amik már akkor tudnia kellett volna. Tudjátok, 4K, meg teljes mértékben jó képet készítsen, meg messzire menjen, meg megbízható legyen. Igazából vettem egy használtan egy rossz drónt, amit el is kellett adni egyébként, szóval rengeteg veszteséges volt nagyon. De ezt is ide tudom mondani, 70-75 ezerért vettem azt a drónt használtan, és én 30 ezerért adtam el egy hibásan. Szóval ez van, ez is tanuló pénz. Innentől kezdve nem akartam mellé nyúlni, és itt fogadtam meg, hogy innentől kezdve, ha fotózásra vagy videózásra veszünk valamit, akkor mindig csak újonnan. Vennünk kellett egy drónt, ő már újonnan érkezett hozzánk, ő egy DJI Mavic Pro, ő 350 és 360 ezer forint tájékán volt 3 vagy 4 évvel ezelőtt, szóval ő újonnan érkezett, elég drága volt, de igazából szerintem megérte. Sőt, biztos, hogy megérte. A következő beruházás az pedig egy gimbal, ugyanis úgy voltam vele, hogy ha már a levegőben nagyon szép, smooth videókat tudunk készíteni, akkor legyen már ez a földön is, és én is tudjak szép videókat készíteni földről, ne csak kézből, ezért arra gondoltam, hogy akkor legyen egy gimbal. Ugye nagyon fontos dolog, hogy egy x évvel ezelőtt még a gimbal, a Steadicam és a Flycam az igazából mind őt jelentette, de most már ez teljes mértékben külön vált, szóval ő Steadicam és Flycam, míg ő gimbal. Jó, szóval ez most már ez a felállás. Szóval vennünk kellett egy gimbalt, és hát nagyon szeretem. Ő egy AK2000-es, mégpedig a Futech-től, azt hiszem, ha minden igaz, de ezekről mindre lesz majd még külön-külön videó, ugyanis még szerintem mindegyik ebben az évben is megállja a helyét, most van 2022, szóval szerintem még mind a kettő megállja a helyét, hogyha munkáról van szó, szóval ha szeretnétek, akkor
beiktatunk valamelyikről egy bemutató videót, hogyha szeretnétek. Nem is baj, hogy vettünk egy gimbalt, ugyanis rá egy hónapra már volt vele munkánk, mégpedig Csík János és a Mezzónak, itt Kiskunfélegyházán kellett felvenni a koncertjüket, szóval elég jó tette a dolgát, szóval ügyesek vagyunk. Szóval a vállalkozás indításához a két alapvető dolog az megvan. Egyrészt a szakmai tudás az párom megszerezte, és sikeres vizsgát tett belőle, másrészt pedig az eszközöknek a beszervezése is megtörtént, szóval párom tud fotózni az eseményen, én pedig eközben tudok videózni az én gépemmel, a levegőből és a földről is nagyon szépen. Indíthatjuk a vállalkozásunkat. A vállalkozás nagyon egyszerű volt igazából indítani, ugyanis kata. Nem tudok mit mondani. Viszont most van 2022-09-05, itt most már más dolgok vannak, de viszont ezt a vállalkozást nem most indítottuk, hanem már egy évvel ezelőtt. Szóval katásak voltunk, most már nem. Szóval ennyit megsúgok a következő videóba lévő dologból, hogy most már nem katások vagyunk, hanem más adózási formában, de ez most jelen helyzetben, ebben a videóban lényegtelen. Katával indultunk, fix 25 havonta. Elindítottuk a vállalkozásunkat, rá egy hónapra én eladtam az én fényképezőgépemet, ugyanis már nem tudta azt a minőséget és elvárást hozni, amit egyébként én szerettem volna, és most tartunk ugye a videó végén, amit lehet, hogy említettem a videó elején, hogy ennek a videónak a végén már a jelenben fogunk csöppenni, szóval most tartunk itt a jelenben, hogy egy géppel dolgozunk csak, és venni kell egy új gépet nekem, ugyanis a párom azt tud fotózni jelenleg ebben, amivel éppen most láttok, de viszont nekem kell egy videós fényképezőgép. És a következő részben, majd szerintem erről szeretnék beszélni, hogy milyen fényképezőgépet kellene vásárolnom, vagy beruháznom a vállalkozásba, hogy startoljunk. Szóval nagyon szépen köszi a figyelmet, ha érdekel a téma, és érdekel az, hogy hogyan húztunk fel nulláról egy fotós vagy videós vállalkozást, akkor kövessetek be, ugyanis ez nagyon sokat segít, vagy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, és ez tényleg nagyon sokat segít, és kommentben legyetek kedvesek minden észrevételt a videóval kapcsolatban leírni, hang, kép, Norbin, te nem tudsz beszélni, hagyd rá, vagy bármi, ezeket mind legyetek kedvesek jelezni nekem, vagy nekünk pontosabban, és legközelebbi videóban ezt majd orvosolni próbáljuk. Szóval a következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!